Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Ma egy sportos témával készültem. Éj egészségesen, nyugdíjasként is címmel tartott előadást Monspart Sarolta az Üreghegyi Közösségi Házban. Sarolta tájfutó világbajnok, 14-szeres magyar bajnok, sífutásban 6-szoros magyar bajnok. Aktív pályafutását egy betegség szakította félbe, de nem távolodott el a sporttól, többek között előadásokat tart, és mindenkit arra buzdít, hogy egészségesen éljen. Volt szerencsém beszélgetni vele. Szeretném, hogyha a nyugdíjasok, tehát a 60 év feletti kicsit társadalomból kiszorítódott emberek, akik már nem dolgoznak, és úgy érezzük, hogy sehova nem tartozunk, én magam is ilyen vagyok, tehát ezért érzem, hogy többen mozogjanak, és ami egész egyszerű, nem kell hozzá sok pénz, ráadásul nagyon sokat segít, nem csak a mozgás, hanem a közösségi része is, az ilyen kis nyugdíjas gyaloglás. És tudom, hogy itt az Öreghegyen itt is van egy kicsi mag, aki Nordic Walking-gal gyalogolnak, több ember kéne, lehet bottal is, lehet bot nélkül is, tehát hogy mozogjanak. És az idősek tanácsának vagyok tagja, ahol valamit azért szerettem volna csinálni, mint mindig, most is még, hogy csináljunk egy OGIK, azaz Országos Gyalogló Idősek Klub hálózatát, és majdnem van már 100 klub, de ha azt veszük, hogy van Magyarországon 3300 település, akkor ez nagyon kevés még. És tényleg nehezen jönnek az emberek. Szóval aki 30-40-50 évig nem mozgott, utoljára a testnevelés órán érettségi idejében, azóta persze mozgott a veteményesnél, a konyhában, a piacon, az unokákkal, a szüléskor, de mégis sportosan, ami maga magára, a rekreálódására, a keringési rendszeres szív, azaz a motorjára segítségül lenne, úgy nem mozognak az emberek. Sőt, ráadásul felszedtek 20-30-40 kilót, azt cipelik napi 24 órában, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy többen jöjjenek. Járom az országot, és egyelőre pontosan az, ahol voltam, onnan jönnek, ahol nem voltam, onnan kevésbé jönnek, tehát szinte meg tudom mondani, hogy hol mindenütt Makótól Lentig, és a Bazs megyében. Szóval tényleg sok helyen onnan jönnek, de nagyon nehéz az embereknek először elmondani csak. Ezt szoktam mondani most itt az előadáson is, hogy tulajdonképp mindenki ül ugye a fenekén, a széken egész nap, nagyon sokat, túl sokat ülünk, még mi is nyugdíjasok, de nem mindegy, hogy egy lottyat körtén ülök, vagy pedig két fokhagyma gerezden. És lehet, hogy nagyok a gerezdjeim, az enyém sokkal nagyobb, mint a magáé, de edzettek, mert gyalogolok, mert használom őket, tehát az állag az nem lottyat körtén, hanem fokhagyma. És ezzel majdnem, hogy egy-egy ilyen hülyeskedéssel, tudok még mást is mondani, jobban meg tudom őket győzni, mint hogy elmondanám, hogy jaj, hamarosan kardiovaszkuláris betegségbe fog Sárika néni meghalni, ha nem mozog. Szóval ez olyan megfoghatatlan. Kim voltam mindig a Nyugatiban a felüljárónál, ahol jön a maraton és a félmaraton, és ez mind a kettő a versenytáv vége felé van, amikor tényleg mindenki fáradt, és jön az emelkedő, tényleg nagy, nem túl hosszú, de azért ahhoz elég hosszú, hogy csomóan leállnak gyalogolni, sok embernek megfordul a fejbe, hogy na ő itt most kicsál, és én ott elkezdtem leállni, és biztatom őket, ha én már nem futhatok, mert ez a rohadt kullancs elvette a futólábamat, akkor mégis hadd segítsek az embereknek, és nagyon sokáig írtam edzésterveket is, nem annyira egyénre, hanem kluboknak, közösségeknek, vagy futóújságban, tehát sokan használhatták, és azt hiszem, amiben jó és elfogadható voltam, és eredményes végül, hogy sikerült az élsportoló fejemet áttransformálni egy amatőrre, hogy a heti 3 edzéssel is meg lehet csinálni a maraton, nem 3 hét edzéssel, de a heti 3 edzéssel egy éves rákészüléssel, ha valakinek előtte volt már 1-2-3 éves futómutya, meg tudja csinálni a maratont, nem hal bele, sőt a végén élvezi is, ezt nem állítom, hogy az egész távot, de ez egy jó dolog, hogy az ember tudja, hogy mi az, hogy élsportoló, aztán tudja, mi az, hogy amatőr sportoló, és most már lassan tudom, hogy mi az, hogy nyugdíjasan, sok minden fogyatékossággal, egyre többel együtt élve, de mégis eljövök, mert megéri, valamint a közösség az egy nagyon nagy támasz.
Szóval nálunk a gyaloglóklubokban az van Budapesten, ahol én vezetem, hogy nem politizálunk, mert az itt rögtön két harcos táborra nyílna a nyugdíjasok köre is valószínűleg. Mondom, gyerekek, annyi a politika, hogy mindenki, aki balra szavaz, az bal lábbal kezdi az edzést, aki jobbra szavaz, az jobb lábbal, és utána befejeztük a politikát. Szóval, és a humor az egy nagyon fontos dolog. Tehát bolondozunk, játékosan próbáljuk csinálni. El kell fogadni a másságot, hogy egész másképp gyalogol, aki cipel plusz 40 kilót, és nagyon kicsi a nyugdíja, és egész másképp, mikor lejön egy nyugdíjas olyan bundába, hogy nem igaz télen, és akkor csak azért szólok, nem azért, mert irritáló, hanem azért, mert az nem sportos öltözet, mondom, lehet kapni bármelyik turkálóban, nagyon olcsón, jó kis anorákokat, gyere abba. Azt kell mondani, hogy egyre többen sportolnak, mert ugye bevezették a mindennapos testnevelést, tehát kénytelenek, ahol megy, tudom, hogy sok sebből vérzik az ügy, de azért mégiscsak összességében megyeget, és többen sportolnak. De a gyerek délután az első, amit mondott, hogy a digitális kütyűivel játszik, és tényleg ő két fiatal, 10-20 éves egymás mellett a presszóban, vagy az étteremben, és mindegyik a telefonján, vagy az okos bigyóján lapozgat, és szoktam előadni iskolában is, és mondom, gyerekek, ebből nem lesz gyerek, ebből nem lesz szeretet, ebből nem. Szóval valahol nagyon nehéz, és nagyon jó edzők kellenének ahhoz, testnevelő tanár is, hogy meg tudja fogni, és meg tudja szeretetni az emberekkel a rendszeres mozgást. Itt még a nyugdíjas klubokban is azt szoktam mondani, hogy gyerekek, úgy kezdődik a dolog, hogy ha nem nagyon messze laktok, gyalog mentek haza. Tehát nem két busz megálló, az simán lehet gyalogolni, nem busszal is. És a gyerekeknek is szoktam mondani, hogy nem holnap, ma este kezdjük. És kettő fontos üzenet van. Az egyik, hogy a munkakorú képes lakosság, tehát maguk, mint a médiások is, annyi stressznek vannak kitéve a munkahelyen, és a legnagyobb ellensége különben a munkakorú képes lakosságban a férfiaknak a munkahelyi stressz. Tehát ha okos, akkor este elmegy, ha más nem, kicsit futni, kicsit kerékpározni korától függően, vagy kicsit sétálni, vagy kutyát legeltet, vagy elmegy a feleségével, vagy a gyerekekkel, ki lehet találni, vagy olyan a foglalkozás, hogy fogorvos, és már egész nap 72 emberrel mosolgott és bájolgott, akkor viszont tudja, hogy egyedül, akkor, vagy bankba dolgozik, akkor menjen egyedül, mert ez a jó. Tehát ez az egyik üzenet, hogy a munkakorú képes felnőttek menjenek valamit csinálni, mert kiereztem a gőzt, a stresszt, és másnap újra bírom a törődést a munkahelyen. És a másik üzenet pedig, hogy tudomásul kell vennünk ezt nekünk nyugdíjasoknak, hogy 60 év után nincs otthon már nagy tányér, csak kis tányérről leszünk. Imádunk enni, ez egy fő foglalkozás, ráadásul egy csomóan főznek, sütnek hozzá, és aztán túl sokat esznek, és a súly egyre nő, egyre problémásabb rendszeresen mozogni. 70 után már csak teás csészehaj van, és én is, mikor ide kerültem, 70-75 vagyok most, mondom, uram, atyám, hát ez nagyon kevés, ami egy teás csészehajra fél. Kitaláltam, hogy akkor 75-ig lehet pupozni, de 75-től 80-ig már nincs az, akkor már csak a csészehaj. És 80 után csak a mokkás csészehajnyit szabad nennünk. Nincs szükség a szervezetnek többre, és ha akarjuk, hanem egyre kevesebbet tudunk mozogni, mert itt van baj, ott van baj, ez történik, az történik, és ráadásul minél idősebb az ember, annál gyorsabban megy az idő. Ma megint szerda van, most volt a múltkor szerda, és ma megint szerda van. Szóval annyira gyorsan történik minden, hogy nem kell ezt teleraknunk étkezéssel, nekünk időseknek se. Minél több zöldséget, gyümölcsöt nyersen. És ami nagyon fontos, hogy szóval én most úgy vagyok, hogy mondom a férjemnek, te ezt nyugdíjas, én is 75-76, mondom, akkor felezzük. Tehát egy süteményünk van egy rétes, akkor azt felezzük. És akkor úgy gondolom, hogy na hát ennyit azért szabad. Tehát teljesen nem lehet megvonni az emberek magától mindent. És ezt mondom, hogy ami fontos, hogy este 6 után, ha 10 óra körül lefekszünk, ha csak éjfélkor, akkor este 7 után, nincs szénhidrát, tehát nincs sütemény, nincs édesség, és ami például nagyon sok kalória, az az alkohol, tehát nyilván a égetett szesz a legtöbb kalória, de azért a sör meg a bor is plusz kalória, tehát nagyon-nagyon módjával, csak azt mondanám, és az olyan jó, hogy ünnepekkor iszunk, különben meg nem. Az elején van egy hosszú bemelegítés, mondjuk sportosan, hogy régen mennyivel többet mozogtak az emberek, mert nem volt tévéhez kütyű. És aztán, hogy utána
sorba véve a különböző korokat, tehát a gályaraboktól kezdve a reformkorig, hogy meg ezek a óriási építkezések, hogy Kolosseum, vagy Machu Picchu, vagy akármi, nem baj, ha nem voltunk ott, de az interneten, a fényképeken láthatjuk, hogy mit csináltak gépek és technika nélkül az elődjeink. De a nagyszüleink, hát magának mondjuk a déd nagyszülei, hogy a mezőgazdaságban milyen fizikai munkát végeztek a nagy kaszálással. Most meg beül az ember a légkondicionált traktorban, amiben zene is szól és megy bele, hátul a traktor összesöpri, amit kell, vagy nem tudom, mit csinál a traktor. De szóval gyakorlatilag a foglalkozások többsége is mozgás nélküli, tehát nekünk muszáj extrán mozogni, mert ilyenre lett az ember kitalálva. A gyereknek minden tankönyv, minden nap legalább egy órát kéne, ha lehet a természetben kint játékosan mozogni, a télen-nyáron bármikor. Tehát minden nap minimum egy órát a gyereknek, minimum. Utána ez a fejlődésben túllévő fiatal, ez maga is, azoknak heti minimum 3x1 órát, 180 mínusz az életkora percenkénti pulzusszámmal. A nyugdíjasoknak, tehát 60 fölött mondjuk azt, hogy körülbelül fél órát kéne minden nap, kicsit intenzívebben gyalogolni, tehát nem sétálok, nem andalgok, hanem tempósan közlekedem, és nyilván nem a közelben, amikor viszem hozzá a kenyeret meg a krumplit, és hanem ez külön, mert akkor azt mondom, hogy ez most többet ér. Értem van, én frissülök fel, én gondolkozom, ez az én fél órám, most azért mozgok. És ez is szoktam mondani, hogy még az se jó, amikor már vidéken sokan kerékpároznak, hogy jaj, kimegyek Lajoshoz a temetőbe a virággal. Szóval az is egy kicsit más, holott a kerékpározás valóban egy sportmozgás, de megint nem magamra gondolok, hanem a Lajosra, bár ez most már jó bonyolult, mert lehet, hogy a kettőnk kapcsolatán elmereng az ember, azért az is jó. Itt a baj akkor van, ha én tettem el Lajos lábalól, mert tulajdonképp nagyon sok egyszerű Sárika néni addig eteti a férjét a kedvenc kajáival, míg viszi a temetőbe. Az én időmben, tehát ez a 1860-as, 70-es évek, szóval a múlt században, nagyon jók voltak a fehérváriak, és több klubjuk is volt, két jó klubjuk volt, a Vidi és most nem tudom a másik, a Törekvés volt azt hiszem a másiknak a neve, és válogatottjaik voltak, jó embereik voltak, és volt, mint mindig ehhez kell egy jó karmester, Páhi Tibor, aki most 80 akárhány éves edző volt akkor, most már nem, és ha ilyen jóságos, csöndes halkszavú, szóval nem az az edző, akit lát az ember, hogy őrjönk, és szétpattan a képernyő is tőle, hanem ilyen nagyon jóságos, de ez tulajdonképp nem rossz, amikor azt mondja, hogy gyerekek, a mai edzés bemelegítés után 10 darab 1000 méter lesz időre, ez on a terepkörön, nem is olyan nagy edzés, de közben baromi nagy, szóval meg közte meg alig van pihenő. Tehát szóval van ez a fajta edző, amilyen az itteni Páhi Tibor volt, és nagyon jó menőket nevelt. Többek között talán azt hiszem a legjobb a Vinicai Feri volt, aki nem tudom miért, de úgy alakult az élete, hogy egy pécsi lányt vett el, és most Pécsen edző a Vinicai, ami abból a szempontból lehet, hogy jó lett volna, hogy itt folytatja a Páhi Tibor utódlását. Én magamnak azt mondtam, hogy holnap megyek edzeni, mivel ma már nem lesz óra, amire én végzem a tévében, és az utána való programommal elvégzem. Most viszont azt mondom, hogy köszönöm a jó tanácsot, este felveszem a futócipőt, és megyek ma futni. Egy fél óra is elég. Remélem, hogy önök is kedvet kaptak a sportoláshoz. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!